Üdvözlök mindenkit itt az infobubble.hu weboldalon, és a következő cikk az, amit meg szeretnék mutatni, ami a kreatív.hu weboldalon található, és úgy szól: március 6-ai 2023, az egyéjszakás kalandoktól az állandó fogkeféig új üzenettel kampányol a Tinder. A társkereső applikáció szerelemről, elköteleződésről és végtelen lehetőségekről üzen. Miért teszi ezt a Tinder? Tehetnénk fel a kérdést, mindjárt elmondom, hogy miért, ha nem felejtem eladni. Azonban mielőtt ennek nekivágnánk, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Újra pozícionálná magát a Tinder az új globális kampányában. Mi az, hogy újra pozícionálná magát? Eddig mindenki tudja, hogy a Tinder arról szólt, hogy hogy lehet valaki egy éjszakás kalandban részes, hogyan talál magát alkalmi partnert minél hamarabb, minél egyszerűbben, minél gyorsabban, a közelében, anélkül, hogy különösebb erőkifejtést kellene eszközölnie. Ez megváltozik, a cél az, hogy a társkereső applikáció a rövid távú kalandok helyett a szerelem, a kapcsolatok minden formája felé vezető kapuként éljen a köztudatban. Az én szívemben nagyon nehéz bejutni, nagyon, és én most másodszorra leszek, lehet szerelmes. Ebben a kampányban, tehát elég sok pénzt rászántak arra, hogy valahogy visszacsalogassák az embereket az applikációra, mert az emberek kicsekkolnak, erről beszéltem. A férfiak egy része már kicsekkolt, most a nők is kezdenek elfordulni ezektől, mert rájöttek, hogy mi a helyzet. Az, hogy le vannak maradva 10-15 évvel, vagy 30-al, vagy 60-nal, sajnálatos, de legalább észbe kaptak most. Most miért mondom azt, hogy le vannak maradva 30-60 évvel? Azért, mert ezt lehetett volna látni akkor is, amikor elkezdődött a feminista mozgalom. Azzal, hogy a szexualitás szabadabb lett, azzal csak is kizárólag a férfiak nyertek, a nők nem nyertek semmit. De ezt is meg tudom mutatni, hogy miért nem nyertek a nők semmit. Relatíve egyszerű ez a helyzet. Azt írja a Daily Mail, a nők boldogtalanabbak a feminizmus 40 éve ellenére, állítja a tanulmány. Ez a dailymail.co.uk weboldal. Mindjárt haladunk tovább ebben a újságcikkben. Egy új tanulmány szerint a nők manapság kevésbé boldogok a feminizmus 40 éve ellenére. Ki hitte volna, nem? Hogy kevésbé boldogok. Annak ellenére, hogy több lehetőségük van, mint valaha. Ez a Daily Mail, nem én találtam ki, ez a Daily Mail az, aki erről beszél. Ha valaki reklamálni akar, menjen a Daily Mailhez, vagy azokhoz, akik kitalálták a feminizmust. Én nem tehetek erről. A feminizmus 40 éve ellenére a nők boldogtalanabbak, mint valaha. Miért lehet ez? Gondolkozott már ezen valaki? Egyszerű. Elmondtam már ezt is. Azért, mert nincsen más út, csak az, amit az atya kitalált számunkra. Nem lehet felszabadítani a szexualitást úgy, ahogy mi, nem lehet elválasztani azt a szeretettől, a szerelemtől, a házasságtól, a fajfenntartástól. Mi ezt megpróbáltuk, nem jött össze, de még mindig nem esett le a tantusz a többségnek. Annak ellenére, hogy több lehetőségük van, mint valaha, a jólét és az élettel való elégedettség érzése mégis alacsonyabb, állapította meg a tanulmány. Csökkenő női boldogság paradoxona című tanulmány szerint ugyan ez igaz a különböző korú nőkre, valamint arra is, hogy a házasok, vagy a nem házasok, illetve hogy vannak a gyermekek. Egyre boldogtalanabbá válnak a nők, és az oka ennek az, hogy lehetetlen felbontani azt az egységet, amit az atya kitalált a férfi-nő kapcsolattal összefüggésben. A jelentés szerint az eredmények meglepőnek tűntek, mivel a modern nők felszabadultak a hagyományos 50-es évekbeli háziasszonyi szerepükből. Ehelyett a kereseti lehetőségük megugrott, nők jobban teljesítenek az oktatásban, ami mellesleg igaz, és ők döntenek a családalapításra, ami szintén igaz. Az eredményeket akkor hozták nyilvánosságra, amikor Sir Stuart Rose, a Marks & Spencer elnöke azt állította, hogy a nőknek soha nem volt még ilyen jó dolguk. Azt hiszem, hogy ez a paradoxon, hogy úgy tűnik első ránézésre, hogy milyen nagyszerű a nőknek, hogy végre dolgozhatnak, eldönthetik, hogy kivel, mikor, mit csinálnak, ami persze lehet, hogy így van, megvan minden szabadságuk, és ennek ellenére boldogtalanabbak, mint valaha. Ezért mondom, hogy az oka ennek az, hogy nem tudjuk elválasztani
a szereteted, a fizikális kapcsolatok. Annak ellenére, hogy azt hiszem, hogy mindenki megpróbálja ezt, amennyire csak lehet. Ragaszkodva ahhoz, hogy sem a nem, sem az anyaság nem akadálya a karrier sikerének, nem úgy értik, mint hogy férfinő. Ezt mondta, igazi demokrácia van, és tényleg nincsenek üvegplafonok, annak ellenére, hogy néhányan állandóan emiatt nyafognak. Magasan szárnyaló, Sir Stuart Rose ez, a Marks & Spencer vezérigazgatója, szerint sok nő áttöri ezt az üvegplafont. A nők az Egyesült Királyságban bármelyik munkakörben eljuthatnak a csúcsa, ahová csak akar. A kérdés az, szerintem, amit fel kellene tennie magának minden nőnek, hogy vajon érdemes-e eljutni a csúcsra? Van-e értelme egyáltalán a Marks & Spencer vezérigazgatójaként élni az életét, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag feláldozza az élet erejét, az idejét és mindenét annak a cégnek pénzért, aminek semmi értelme nem lesz akkor, amikor egyedülálló lesz 45-50 évesen, mikor már senki nem fog vele foglalkozni, és akkor már késő lesz mindezt megbánni. De sok anyukától azt halljuk, nem tudok választani. Dolgoznom kell. Nem szeretem a karrieremet. A gyermekfelügyelő a fizetésem felét elviszi, és inkább magam nevelném a gyerekeimet, de nem engedhetem meg magamnak. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooutja.hu weboldalon, ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!